Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket ezen a virtuális Erasmus tájékoztatón, amelyre sajnos ebben a formában kell sort kerítenünk, hiszen, mint Önök is nyilvánvalóan tudják, a pandémia miatt más lehetőségünk nem nagyon van. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam és bemutassam beszélgető társaimat. Pintér Károly vagyok, az Angol-Amerikai Intézet vezetője a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán, és beszélgető társaim Major Balázs, a kar külügyi dékán helyettese, Botos Máté, a politológia tanszék vezetője, és Kőszegi Miklós, az ókortörténet tanszék vezetője. Hogy miért mi négyen, arra talán némi magyarázatot illene adnom. Egyszerűen arról van szó, hogy mind a négyünk karrierje során számos alkalommal járt külföldön, különböző ösztöndíjak segítségével, hallgatóként is, oktatóként is, némi túlzással bejártuk a világ számos szögletét, és azt tapasztaltuk, hogy ez egy nagyszerű élmény. Úgyhogy tulajdonképpen a mai beszélgetésünk fő célja az, mivel abban reménykedünk, hogyha Önök egyáltalán rákattintottak erre a videóra és elkezdték nézni, akkor legalábbis megfordult a fejükben az a gondolat, hogy Erasmus ösztöndíjra pályázzanak a közeli jövőben, talán már a következő tanévben. A mi leplezetlen célunk az, hogy erre Önöket bátorítsuk, mondhatni meggyőzzük Önöket arról, hogy ez bizony nagyon jó dolog. Ugyanis az a helyzet, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján hallgatóink nem érdeklődnek megfelelő arányban és megfelelő számban az Erasmus ösztöndíjak iránt, holott meggyőződésünk szerint a Pázmány bölcsészkara nagyon jó lehetőségeket kínál ezen a téren. Több mint 100 partner egyetemünk van Európa, hát nem mondanám, hogy összes országában, de szinte összes országában, amelyik egyáltalán részt vesz az Erasmus programban. Egyébként, hogy mely partner intézményekhez pályázhatnak Önök, az Önök szakja, illetve az Önök intézete is meghatározza, tehát ezzel kapcsolatban mindenképpen érdemes előzetesen tájékozódni. De a lényeg az, hogy számos különböző intézmény közül választhatnak, igen széles a skála, és azt gondoljuk, és erről szeretnénk a továbbiakban egy kicsit kötetlenül beszélgetni, hogy Erasmusra menni jó. Szóval egyrészt szeretnénk Önöket meggyőzni ennek az előnyeiről, másrészt pedig a beszélgetés egy szakaszában arról is szeretnénk szót ejteni, hogy talán nem kell félni azoktól a kockázatoktól, vagy esetleges feltételt negatívumoktól, amely a hallgatók egy részét benyomásaink, tapasztalataink szerint visszatartja talán a jelentkezéstől. De nem akarom monopolizálni ezt a beszélgetést, úgyhogy engedjék meg, hogy először dékán helyettesünkhöz, Major Balázshoz forduljak, akiről talán nem tudják, de hát igencsak rutinos világjáró. Úgyhogy hadd kérdezzem meg, Balázs, te mivel biztatnád a hallgatókat, akár saját tapasztalataid alapján? Igen, köszönöm szépen a szót. Való igaz, hogy sokat utaztam, már diákkoromban is. Ugyanakkor még Erasmus csak módjával volt, úgyhogy mi állami ösztöndíjakkal járkáltunk, és mint az arab szak hallgatója annak idején, elsősorban a közel-keleti országban egy éves ösztöndíjakra. Ezekhez képest azért azt kell mondjam, hogy az Erasmus lehetőségek azok tényleg páratlanok, bár a mi időnkben ilyen lett volna. Én most a nem hivatalos részét szeretném egy kicsit propagálni. Tehát azt szoktam mondani, mint az arab tanszéken is annak idején 14 évig oktató ember, meg a most a régész hallgatóinknak is, hogy ha valaki kijut külföldre, egyrészt ragadjon meg minden alkalmat, hogy jusson ki külföldre, és nézze meg ott a helyszínen, amiről mi most csak itt PPT-kbe tudunk a budapesti termeink mélyén mesélni. Egy óra kintlét az több órányi itthoni képzést tud helyettesíteni adott esetben, és most nem csak arról beszélek, hogy szakmailag mit kap az ember kint, hanem arról, hogy emberileg, és ez a legfontosabb, hogy megismerek egy másik kultúrát,
Megismerem egy kicsit önmagamat is jobban, hiszen jobban magamra vagyok utalva, kiszakadok az itthoni közegemből, az itthoni cimborák, barátok, család, stb. Kicsit távolra kerül, és ez egy nagyon egészséges dolog. Azt is szoktam mondani azoknak a hallgatóinknak, akik közel-keletre mennek, hogy örüljenek, isteni áldásként tekintsenek erre az egy évre, hogy végre kicsit kiszakadhatnak minden itthoni nyüzsgésből, zajból, és kicsit elgondolkozhatnak ott a saját dolgaikról is, amellett, hogy megismerek egy teljesen idegen civilizációt és kultúrát, amit máshogy ilyen mélységben nem lehet megismerni. És ebből a szempontból az Európába utazó Erasmusos hallgatóknak is azt tudnám mondani, hogy ne elsősorban azt vadásszák, hogy azért ne menjenek Erasmusra, mert hogy az ott a kiszemelt egyetemeken nincsen olyan tanegység, amit itthon ekvivaláltatni lehetne az adott tanszékünkön, hanem használják ki azt a szerény fél évet, az semmi. Hogy minél inkább, minél többet megismerjek az adott közegből, kultúrából, országból, tehát ezt mindenképpen használják ki, és a nyelv. Tehát ez a másik, ami nagyon fontos. Így szeretném főhívni, kicsit magunk felé hajlik a kezünk, hogy például szerintem most, aki csak lehet, ragadja meg, hogy tudtom, még 2021-22-es tanévben még élnek az angliai Erasmus lehetőségek. Az biztos, hogy a Cardiff Egyetem az él, amit még annak idején mi hoztunk össze az ottani kapcsolataink révén, én ott végeztem a doktorimat. És nagyon kevés olyan lehetőség van manapság, hogy angliai egyetemen, az angol nyelv ős hazájába, de hát ezt Károly sokkal jobban tudod, lehessen tanulni, és most pedig az angolok kilépésével az utolsó olyan tanévünket kezdjük, amikor még ki lehet jutni. Elképesztően szomorú lennék, hogyha nem lenne maximálisan kihasználva például a Cardiff ösztöndíj, de meg lehet nézni a listát, hogy milyen egyéb angol egyetemekre van még lehetősége a pázmánynak. Tehát mindenki startoljon rá, aki csak teheti, nyelvtudás, kultúra, stb. Szempontjából, és hát az összes többi helyet is maximálisan tudnám támogatni, bárhova, csak el innen úgymond, legalább egy fél évre. És amíg ezek a lehetőségek vannak, addig mindenki használja. Most itt volt a vírus, mindenki láthatja, hogy le tud állni a világ, ki tudja még hány ilyen vírus vár ránk itt a jövő években. Amint lehet utazni, szerintem mindenki használja ki, mert azt a gazdagságot, amivel ott kint meg tudjuk ajándékozni magunkat, azt itthon így, ebben a formában maradéktalanul nem fogjuk tudni soha behozni és összeszedni. Elnézést, sokat beszéltem. Egyáltalán nem. Köszönöm szépen. Nagyon jól jöttünk össze, most jövök csak rá, hiszen még te Balázs ugye közel-keleti és angliai tapasztalataidról tudsz beszélni. Itt van Kőszegi Miklós, aki főleg német nyelvterületen töltött sok időt. Miklós, te mit mondanál ezzel kapcsolatban? Igen, ez nagyon érdekes. Én hosszabb ideig éltem Svájcban, meg Jordániában, meg Izraelben a szakmából kifolyólag. Rengeteg dolgot tudnék mondani, minden egyetértek, amit Balázs mondott. Nagyon, nagyon jó dolog rátekinteni Magyarországra kívülről. Tehát, hogy hogy látják onnan? Tehát a Neue Zürcher Zeitungban 93-ban egy év alatt 2 cikk szólt Magyarországról, miközben mi itt azt hittük, hogy az egész világ lerágja a körmét, hogy itt most nekünk mi sikerül, meg mi nem. De az is nagyon érdekes, hogy nekem a doktorim is Svájcból van, az egyik legjobb barátom onnan van. Én még nem Erasmus volt, mert a hajlott korom miatt én még nem Erasmusszal voltam kint, hanem egy svájci ösztöndíjjal. A legjobb barátom olasz-német, tehát svájci, és tőle tanultam lazányát csinálni. Szóval ezer dolog, ami azt gondolom, hogy még amikor már rég nyugdíjas leszek, akkor is fontos lesz számomra. De sosem felejtem el azt sem, amikor Ammanban fölébredtem reggel, na mondom, dolgozom a könyvtárban, dél van, mindjárt harangoznak, nem harangozott senki, hanem Allahu Akbart mondott a müezzin. És akkor lehetett látni, hogy hoppá. Ráadásul, ha még szabad egy mondatot mondanom, én most már a barikád másik oldaláról járok a Mainzi Egyetemre tanítani Németországba, ahonnan nekünk nagyon jó kapcsolataink vannak. Most öregen,
Nyilván a feleségem elenged, hiszen ez a hosszú házasság titka, hogy én hosszabb időket töltök külföldön. De alapvetően azt látom, hogy nekünk is elképesztően jó. Tehát amikor egy bajor hallgatóval kell beszélnem, akkor nekem az az illúzióm, hogy tudok németül, de akkor azért össze kell kapni magát az embernek, amikor ottan föltesznek egy kérdést. Tehát szerintem tanárként is és diáként is nagyon jó. Nekem volt egy szokásom, hogyha pázmányos hallgatóval találkoztam Mainzba, akkor azoknak egyszer főztem egy vacsorát. És akkor az én szobámban azt megettük, hát most már 3 éve nem tudok vacsorát főzni kinek, tehát nagyon nagy baj. Tehát ha más nem, akkor azért jöjjenek, hogy valami finom vacsorát csináljak, egy olyan lazanyát csinálok, hogy az csak na. És hát németül nyilván, vagy angolul nagyon meg lehet tanulni. Még egy utolsó mondat, én magam is azt gondolom, hogy majdhogy nem fontosabb a kultúrát magunkba szívni, mint a tanegységeket elismertetni. Mert az egy olyan világlátást ad az embernek, ami totálisan átváltoztat mindent a gondolkodásunkban, és ez jó szokott lenni. Köszönöm szépen, és hogy akkor egy harmadik nagy nyelvterületet és egy harmadik nagy kultúrát is bevonjunk a beszélgetésbe. Botos Máté pedig francia, illetve frankofón svájci területeken töltött hosszabb időt fiatalabb korában. Ha erről szólnál pár szót nekünk. Hát köszönöm szépen, és én is akkor üdvözlök mindenkit. Hát most így belegondolok, tulajdonképpen mi azért ülünk itt, hogy buzdítsuk a hallgatókat az Erasmus ösztöndíjak igénybevételére. Mi egyikünk sem volt Erasmus ösztöndíjas, tehát ezt mi annál is könnyebben megtehetjük, de más ösztöndíjakat vettünk igénybe, amik nem voltak, közel sem voltak ilyen jók, mint ez. Tehát azért ezt hadd mondjam én is el, hogy hát igen, több évet éltem én is összességében, életemből 4 évet éltem külföldön, tehát elég sok mindent láttam és tapasztaltam én is. Ez azt gondolom, hogy egyrészt a saját személyiségemnek a fejlődéséhez is elvezetett, de másrészt viszont, ahogy az előttem szóló illusztris kollégák is megmondták a tutit, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy az ember egy kultúrát valahogy magáévá tegyen, elsajátítson. Ezt én is hangsúlyoznám még egy pillanatig, bár tudom, hogy lerágott csontnak tűnik, hogyha harmadszor is valaki nekifut ugyanennek a gondolatnak, de azt engedjétek meg, hogy hozzátegyem nektek, hogy múlhatatlan és felejthetetlen élményem volt az, amikor én a felsőfokú nyelvvizsga birtokában kimentem Franciaországba, és akkor ott úgy éreztem, hogy én vagyok az élet császára, és egészen addig ez így is volt, mert kenten vágtam ott a különböző dolgokat, amik elhangzottak, és értettem az előadásokat, és baromi büszke voltam magamban, amíg el nem mentem egy házi buliba, ahol egy olyan játékot játszottak, amiben az adott ország kultúrájának a sajátosságait kellett föleleveríteni, és azokat kellett kitalálni. És én ott álltam, hogy fogalmam sincs, hogy ki nyerte az 1974-es énekversenyt, és hogy fogalmam sincs, hogy ki volt a Tour de France-nak a győztese 1998-ban. Hát ezek úgy hozzáadódnak ehhez, hogy az ember ott van, és benne él ebben a kultúrában. És mindenek az a következménye, hogy az ember most inkább egy picit olyan húrt pendítek meg, amely talán jobban az érzelmekre hat. Tehát az ember részévé válik valaminek. Tehát elmegyünk külföldre, tapasztaljuk azt, amit ott tapasztalunk, és úgy érezzük, hogy az a miénké vált. Elmegyünk abba a parkba, amikor legközelebb oda megyünk, ahol már jártunk, ahol annak idén üldögéltünk, és úgy érezzük, hogy hazajöttünk. De közben nem megyünk el itthonról, mert az a meg a másik, hogy amikor vége van a kintartózkodásnak, és hazajönünk, annyira tök jó hazajönni. Az ember kocsival, ha jön, vagy vonattal jön, akkor a pláne plasztikus, de amikor a repülőgépről lenéz, és akkor látja itt már a Balatont megcsillani, és akkor látja ott a Ferihegyi repülőteret, és akkor ugye az embernek a szíve így megmelegszik, hogy mégiscsak jó hazajönni. De egy kultúrát megérteni, egy valahol élni egy rövidebb, hosszabb ideig, az annyira a miénké lesz, amit semmi más nem tud pótolni. Tehát tök mindegy, hogy nagyon sok mindent látunk, megtapasztalunk, más formában, filmekből, interneten keresztül, vagy bármilyen más. Pintér tanár úr mutogat nekünk képeket arról, hogy jó járt, nekünk meg csörög a nyálunk, de hogy más az, amikor az ember akár csak egy napot, egy hetet ott tölt valahol, és úgy érzi, hogy innentől kezdve neki köze van ahhoz a helyhez, ahhoz a kultúrához. Köszönöm szépen. Én akkor nem is folytatnám ezt a témát, hiszen azt hiszem, az előttem szólók annyira szépen kifejtették, hogy élmény szempontjából, kultúra tapasztalása szempontjából miért annyira jó az Erasmus ösztöndíj. Én egyébként a kaland részét is kihangsúlyoznám. Én azt gondolom, hogy külföldi ösztöndíjra menni egy kaland. És ugye a kaland az
annak mindig van egy kis rizikója, és én azt hiszem, bár ezzel senkit nem szeretnék megbántani a tisztelt hallgatók közül, nekem van néha egy olyan érzésem, hogy a fiatalabb generációkban, mint hogyha kicsit kisebb lenne az a fajta kalandvágy, mint ami bennünk a rendszerváltás környékén, jó, bocsánat, Balázs, nem akarom öregíteni, de a másik három résztvevő ugye olyan rendszerváltás előtt után közben járt egyetemre, és hát bennünk azt hiszem, hogy óriási vágytom volt arra, hogy átlépjük az akkor már omladozó vagy leomlott vasfüggönyt, és átmehessünk nyugatra, és nem csak egy hétre minimális valutával, hanem mondjuk hosszabb időre, még hogyha akkor is minimális valutával, de mégis, hogy magunkévá tegyük azt a világot, ami a mi gyermekkorunkban azért nagyon-nagyon messzinek látszott. Talán minden jóban van valami rossz, tehát az EU-tagságnak is megvan talán az a hátránya, hogy talán kisebb ez a vágy a mai 20 évesekben, hiszen ott van, úgymond bármikor oda mehetünk, nem kell hozzá vasfüggönyt átlépni, nem kell várni 3 évig arra, hogy megkapja az ember az útlevelét. De mégis azt gondolom, hogy a kaland az így is kaland marad. Tehát az, hogy az ember összepakolja a kis cókmókját és nekiindul, nem egy hétre, nem 2 hétre, hanem 5 hónapra, az azért egy vállalkozás. És tudom, hiszen beszélgettem hallgatókkal, van, akit ez egy kicsit visszarettent, hogy messze lesznek a szülők, ja Istenem, nem tudok hazamenni hétvégén kimosatni a ruháimat, most elnézést kérek a talán túlságosan személyes mozzanatért. Szóval, hogy egy kicsit több önállóságra, kicsit több bátorságra van szükség, de higgyék el, ez jó. Én 20 évesen voltam először külföldön ösztöndíjjal, ráadásul én elég messzire ugrottam, mert az Egyesült Államokban kezdtem ezt a műfajt, úgyhogy én nem pár határral, hanem egy kontinenssel mentem odén. És hát jól emlékszem arra, amikor az első igencsak rossz éjszaka után, hiszen ugye van ez a jetlagnek nevezett dolog, hogy az ember nem tudja, hogy éjszaka van vagy nappal. A lényeg az, hogy amikor felébredtem reggel, körülbelül 30 percig teljes pánikban voltam. Mert hogy akkor jöttem rá, hogy Jézus Mária, hol vagyok? Mi történt velem? De hál' Istennek ez egyszer fordult velem elő, és a maradék 5 hónapban soha többet. Tehát én azt hiszem, hogy ha az ember ezt a kezdeti félelmet le tudja győzni, én nem hagyja magát megrettenteni attól, hogy igenis, elmegyek külföldre, bevállalom, igen, még nem tudom pontosan, hogy hol fogok lakni, de lesz szállásom, még nem tudom pontosan, hogy milyen órákra fogok járni, de lesznek óráim, lesznek iskolatársaim. Nem lesz az rossz, higgyék el, nem lesz az rossz. Tehát a dolog összességében szerintem szinte mindig pozitívan fut ki, főleg ha a kiutazóban megvan a nyitottság arra, hogy valóban befogadja a kinti kultúrát az emberekkel, az ételekkel, a helyenként talán fura szokásokkal és mindennel együtt, hiszen azért a nyitottság is egy nagyon fontos szempont. Talán arról is érdemes lenne beszélnünk, és itt megint csak kollégáimat hívnám segítségül, hogy ugye már pedzegettük a nyelvfejlesztő aspektusát az Erasmusnak, én azt hiszem, hogy erre még érdemes lenne kitérnünk, hiszen gyakran hallottam olyat például az én angol szakos diákjaimtól, hogy minek menjek olyan országba, minek nem angol az anyanyelve. Ugye Balázs már emlegette Nagy-Britanniát, hozzáteszem, nekünk van írországi ösztöndíjunk, tehát ez sem kifogás. De ha valaki mégis azt mondja, hogy Írországba nem szeretne menni, Angliába meg most éppen nem tud, mondjuk, akkor például szerintem még mindig nagyon érdemes Erasmusra menni, hiszen attól, hogy nem angol anyanyelvű az ország, még ugyanúgy nyelvgyakorlat, még hozzá kiváló nyelvgyakorlat. Ugye egyetértetek velem ebben? Nem, Balázs szólítom talán, hiszen te... Abszolút mértékben, mert én nem vagyok angol szakos. Hát a mi hallgatóink azok ugye arab országba mennek, de van Erasmus Plus ösztöndíjunk most már arab országban és konkrétan Libanonban, ahol sikerült elérnünk, hogy angolul kapják a képzést a kollégák és kolléginek. Egyre több helyen folyik ugye most már angol nyelven a képzés, még a frankofon Libanonban is egyébként. És ami szerintem megint csak egy nagyon nagyszerű dolog,
mert egyrészt a saját angolomon sokkal jobban fog fejlődni. Én nagyon sok emberrel találkoztam, aki szívesebben beszél nem angol anyanyelvűek előtt angolul, és bátrabb, és hatalmas sikerélménye van, hogy egy adott közegben ő a legjobb angol tudó, és ez így megdobja. Már csak azért is érdemes menni akár Németországba, bárhol máshova is angol nyelvű képzésre. Másrészt pedig angolokkal még a leglehetetlenebb helyeken is össze lehet futni, és azt kell mondjam, hogy akkor könnyebb velük barátkozni is. Így van, tehát én itt a szíriai ösztöndíjam alatt, vagy Irak, Libanon, Jordánia, ezek mind olyan helyek, ahol ha ott így összefutott az ember egy angollal, akkor sokkal nyitottabb és barátságosabb volt, mint hogyha Cardiffba az egyetemen, ott a sok angol között, meg a rengeteg kínai és pakisztáni és egyéb kollega között próbál az ember egy angol barátot találni. Úgyhogy már csak ezért is érdemes kimenni, hogy ezt a kicsit közelkeleti aspektust megpengessem. Köszönöm szépen. Nem tudom, ki szeretné folytatni, Miklós? A nyelvről annyit, két dolgot, hogy ha tőle megkérdezik, hogy valami obskurus német szót honnan tudok, akkor általában azt mondom, hogy azért, mert egy évig láttam a plakáton kiírva. A másik pedig, hogy ugye én világéletemben az Ószövetségi ókori Izraellel foglalkoztam, és egyszer megpróbáltam jegyet venni a buszon, csak valószínűleg valahogy úgy beszéltem héberül, hogy fölhágék paripámra, nem pedig úgy, hogy lóra szállok. És akkor mindenki, aki röhögött engem ott simán a vezető, és akkor itt kezdett el az ember mondjuk akkor ivritül tanulni, tehát a helyi nyelven, persze angolul bárhol ugye el lehet boldogulni, Németországban és Izraelben is, de a nyelv azért mindig egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog. Én azt hittem, amikor kimentem Svájcba, hogy tudok németül, erre a villamos az első megállóra bemondta, hogy Rigos. Kinéztem, Rheingasse. Tehát, hogy Rajna utca, Rajna folyik Bázelben, és akkor azt láttam, hogy olyan, hogy német nyelv olyan nincs. Szerintem olyan sem nagyon, hogy angol. Tehát, hogy persze van, de azért nagyon érdekes dolgok lehetnek ott is, és szerintem ezek egyszerűen egy bölcsészt kell, hogy lelkesítsenek. Így igaz. Máté? Egy személyes emlékemet mondom el, amikor a feleségemmel voltunk még fiatal házasokként, ösztöndíjasok Svájcban, és elutaztunk Lugánóba, tehát keresztül utaztuk az országot. Aztán jöttünk visszafele, és már nagyon késő volt, és egy átszállást kellett keresnünk Oltenben, a legnagyobb vasúti csomópontban. Már semmilyen információs ablak nem volt nyitva, és láttam egy pasast, aki kalapáccsal a kezében ment krampácsolni az egyik vonatot, és gondoltam, hát ha esetleg megkérdezem, hát ha tud valamit. És kérdeztem tőle valamit az én általam univerzálisabbnak vélt angol nyelvemmel, mert hát azt gondoltam, hogy franciául miért tudna itt egy olteni, aki ez a német-svájc kerülés közepén van. A pasas letette a kalapácsát, és visszakérdezett, hogy milyen nyelven beszélek, mert szívesen tájékoztatást ad németül, olaszul, franciául, de ha gondolja, folytathatja angolul is, és én ott álltam, hogy én ösztöndíjasként itt vagyok kint, és ez a pasas pedig csak egyszerű karbantartó, ez több nyelven tud, mint én. Hát ezek után elgondolkoztam én is azon, hogy mennyire érdemes egy nyelvet csak megtanulni. Hát az egynyelvű ember az gyakorlatilag, nekem ez volt az egyik érdekes és nagyon fontos élményem ebből az időszakból. Ekkor láttam egy olyan plakátot, egy nyelviskolának a plakátját, ami a többnyelvű Svájcban nem meglepő módon arra utalt, és arra utazott, hogy az emberek ne egy nyelvet akarjanak csak megtanulni. És Svájcban kötelező a három nyelvnek az ismerete, ezért volt ez a krampácsoló is ilyen poliglott, és nekem az a plakát maradt meg, hogy Miklós említetted az előbb ezt a plakáton láttad a szöveget, nekem is megmaradt, 90-ben láttam ezt a szöveget, az volt kiírva, a jövő némája az egynyelvű ember. És ez úgy meglepett egy Svájcban, ahol az embernek általában nem egy nyelve van, hanem legalább kettő vagy három. Úgyhogy, de egyébként ez meg azért nagyon izgalmas, hát persze főleg, hogy az ember Svájcot veszi folyton elő, akkor mindig elő kerülhetnek azok a dolgok, hogy itt több kultúra keveredik össze. Én Genfben, amikor beiratkoztam az egyetemre, és az első órámra mentem, hát úgy éreztem, hogy egy Amundsen hozzám képest kutya füle, én ott bemegyek, és vadidegenként jöttem a keleti blokkból, és senki nem fog ismerni, nem fogják érteni, fogalmuk nem lesz arról, hogy Magyarország micsoda. És aztán az óra végén, az első előadás végén odafordult hozzám egy srác, aki elkezdett hozzám magyarul beszélni, és megkérdezte tőlem, hogy ismerem-e az István a királyt, és tetszik-e nekem.
És kiderült, hogy a srác egy olasz-német házaspárnak a gyermeke, aki Genfben él, ahol franciául beszélnek, és magyar menyasszonya van, és az ő kedvéért magyarul akar tanulni. Tehát ez is színesíti azt, hogy az embernek miért kell több kultúrával és több nyelven megismerkednie, mert a végén még aztán feleséget is szerez vele. De hát ez csak úgy zárulás megjegyzésként. Cherchez la femme. Hát mindig ugye, hogy ezt a művelt német mondja. Meg anyost is talál persze, de ez egy másik kérdés. Ez már legyen az ő baja. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy ha ettől nem kapod senki kedvet arra, hogy felfedezze a több nyelvűség szépségeit, akkor semmitől. Azt hiszem, még egy dologról viszont szót kellene ejtenünk, nevez legalább, persze többről is lehet. Ez pedig szintén olyan dolog, amelyet számomra hallgatók mondtak, vagy nekem hallgatók mondtak, amikor Erasmus jelentkezésre próbáltam őket biztatni. Hát bizony a csúszás veszély. Már nem az a veszély, hogy kimennek és elcsúsznak a jégen, hanem az a potenciális probléma, hogy nem fogják tudni 3 év, azaz 6 fél év alatt befejezni a tanulmányaikat, ha BA-sok, illetve 4 fél év alatt, ha MA-sok. Tehát annak a rizikója, ha úgy tetszik, hogy mint ahogy arra ugye már ti is utaltatok, nem biztos, hogy sőt, hát mondjuk ki őszintén valószínű, hogy nem fog minden itthon előírt tárgyának pontos megfelelőjét találni a cél egyetemen, ami ugye részben azt jelenti, hogy itthon is fel kell venni tárgyakat, amennyiben tovább akar haladni. Részben azt jelenti, hogy valószínűleg egyes tárgyak nem fognak teljesülni az adott fél évben, tehát fönnáll annak a veszélye, hogy mondjuk egy fél évet rá kell húzzon a tanulmányaira. Én nekem erre van általában válaszom, de megkérdeznélek titeket, hogy ti mit válaszolnátok erre a gyakran megfogalmazódó hallgatói aggodalomra. Megcserélvén a sorrendet egy picit most, akkor Miklóshoz fordulnék, jó? Nagyon egyszerű szerintem, semmi sincs ingyen. Tehát a rengeteg előnye van az Erasmusnak, amiket eddig beszéltünk, akkor ez az apróság, ráadásul úgy tudom, hogy simán lehet csúszni, tehát az államilag támogatott fél évekhez bőségesen megengedik, akkor én azt mondanám, hogy hát még tovább lehettek egyetemista. Az egy tök jó dolog. Arról nem is beszélve, hogy utána egy sokkal jobb színvonalú szakdolgozatot írhatok esetleg, hogyha közben tanultam külföldön az adott témámat, tehát még az is lehetséges, hogy egy MA felvételén például jobb esélyekkel indulok, mert jobbak lesznek a jegyeim. Tehát én azt mondom, hogy ezt nem akarom tagadni, hogy ez akár hátrány is lehet, különösen, hogyha valaki mondjuk nehéz anyagi helyzetből érkezik, és gyorsan akar dolgozni, de ha egy ilyen szorító kényszer nem áll fent, akkor én mindenképpen amellett lennék, hogy ezt a pici hátrányt, ezt nagyon könnyű előnyre fordítani. Köszönöm szépen. Nem tudom, kihez forduljak, Balázs? Mit mondanál erre? Hát én annyit mondanék erre, hogy teljesen egyetértek Miklóssal. Ezerszer több a hozadéka, mint a hátrány egy ilyen dolognak. Tehát azért én nem vagyok annyira idős, mint ti kollégák, de még mi is ugye az osztatlan képzésre nőttünk föl, tehát én konkrétan 2 évet húztam le Szíriába, a Damaszkuszba, nyelviskolába és a Damaszkusz egyetemen, és egy napot nem ismertek el belőle itthon, tehát 2 évet csúszott az ember, mindegyik szakjában, mert a régészetet meg a történelmet is csináltam mellette, de senkit nem érdekelt. Én azért azt mondom, hogy ma ebben a mi követelmény rendszereinkhez képest erősen lebutított bolonyai rendszerbe, szerintem, hogyha valakiben egy icipici kis nekiszállás is van, nem hiszem el, hogy ne lehetne behozni ezt a lemaradást. Előtte fölvezek néhány tanegységgel többet, utána fölvezek néhány tanegységgel többet, és azt azért most így egymás között elmondanám, hogy én azért úgy tudom, hogy nálunk ez az akkreditáció elismerő belső bizottságunk, vagy ekvivalencia bizottságunk, az igen megengedő, és mert személyesen tudom, hogy mi magunk az intézetben is minden létező dolgot, amit csak lehet, megpróbálunk elfogadtatni. Az azért mókás lenne, hogyha mondjuk a Beiruti Egyetemen teljesen ugyanazt tanítanák, mint nálunk, tehát azt tényleg várja el senki,
de a fönícei régészettől kezdve mindenek meg lehet találni, hogyha nagyon akarja az ember a megfelelőjét, főleg annak tudatában, és szerintem ehhez azért a legtöbb intézet, vagy szinte mindegyik így áll, hogy az, aki kint végzett bármilyen tanegységet, teljesen mindegy, hogy mit, az azért a kinti tapasztalatokkal együtt ér annyit, mint az az egy darab óra, amit itthon el kell ismertetni. Úgyhogy én azért azt mondanám, hogy mindenképpen be kell vállalni, és csinálni kell. Én még egyet szoktam mondani a hallgatóinknak is, hogy ha valaki kimegy, akkor lehetőleg ne vegyen fel itthon órát mellette, és ott ki ne arra tanuljon már, hogy az itthoni anyagot hogyan fogja abszolválni, mert akkor pont az idő vész el, ami miatt ezt a fél évet kivette. Tehát ne, ezt a fél évet szánjuk arra, előtte való fél évbe, utána való fél évbe vegyünk föl több órát, nem lehetetlen, és ott meg amit muszáj, bejárunk az egyetemre, de egyébként meg mindenki felejtse el Magyarországot, és vesse be magát ott a helyszíni hullámok közé, és merítkezzen meg benne, mert szerintem minden kultúrát, az arab kultúrát, az különösen, de csak ösztöndíjon lehet igazán megismerni, de ez azért alapvetően szerintem minden országgal így van, még a szomszédos országokkal is. Így igaz. Máté? Mit adhatnék én még azon túl, amit a Balázs meg Miklós mondtak? Én inkább csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy igen, mindennek ára van, és lehet, hogy valami olyan érdemes meghozni áldozatként, ami más módon nem pótolható. Tehát olyan szakmai kapcsolatokat lehet kiépíteni, vagy baráti kapcsolatokat, amelyek a későbbiekben sokkal többet jelentenek annál, hogy az embernek esetleg most ezen múlott, ne adj Isten egy fél éve, de általában nem fog múlni. Tehát én azt mondom magam részéről is, hogy nálunk a tanszéken, és mi is arra ösztönözünk hallgatókat, hogy ne az fogja vissza őket, hogy Magyarországon mit fognak nekik elismerni, és hogy esetleg megcsúsznak, vagy nem csúsznak meg. Ez másod, harmad, negyedrangú kérdés. Most arra gondoljanak, hogy amikor majd kimennek oda. Nekem volt ilyen tapasztalatom, egy nagyon visszafogott, nagyon kedves kis hallgató lányunk volt, aki kiment külföldre, nagy nehezen rábeszéltem, és a szavát nem lehetett hallani, és amikor visszajött, kiderült, hogy hát ugye az Erasmus, ami hát megint hozzátartozik a dologhoz, nem feltétlen fedi az összes kiadásokat, tehát ezért neki valami pót megoldásra volt szüksége. Szülei nem tudták finanszírozni a tevékenységét, úgyhogy elment mosogatni. Olyan angol nyelvtudásra jött, ő egyébként Exeterbe volt kint. Olyan angol nyelvtudásra jött vissza, annyira maga biztosan jött vissza, annyira más emberként jött vissza, hogy rá se lehetett ismerni. Tökéletes szakdolgozatot írt, utána azóta egy boldog családanya, ezt ennyit tudok róla, tartjuk a kapcsolatot egymással. De látszik rajta, hogy mit nyert azzal, hogy ő kiment oda. Persze, biztos benne is megfogalmazottak azok, mint mindenki másban, hogy hát esetleg ebből csúszni fogok, vagy valami problémám lesz. De ne ezzel foglalkozunk. Ez olyan, mint ha folyamatosan a pessimista forgatókönyveket tartanánk szemünk előtt, hogy mi történik, ha kitesszük a lábunkat a házból. Nem szabad így hozzáállni. Véleményem szerint ez az egész egy hatalmas nagy lehetőség, ami minden megér a hallgatói létben. Köszönöm, és azt is köszönöm, hogy utalást tettél tulajdonképpen az utolsó nagy, hát, hogy is mondjam, kifogásra, vagy visszatartó erőre, amit gyakran elhangzik hallgatók részéről, és ez ugye a piszkos anyagiak. Vagyis, hogy miből fogok én odakint megélni. Itt is azt gondolom, hogy az őszinteség a legjobb út, tehát azt világosan meg kell mondanunk, hogy az Erasmus ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás összes költségeit, és nyilván minél drágább az ország, annál kevesebbet fedez belőle. Ehhez talán annyit tennék hozzá én magam, hogy ugye az Erasmus ösztöndíj alapvetően úgy van elképzelve, hogy a hallgató akkor is fenntartja magát valamiből, amikor otthon van. Tehát az Erasmus ösztöndíjat nem arra találták ki, hogy minden költséget fedezzen, mert az a logika, hogy ez egy féléves vendég-hallgatói státusz, és amikor a hallgató nem vendég, hanem a saját egyetemén van, akkor is ugye valamiből szállást fizet, akkor is valamiből étkezik. Tehát ezeket a költségeket az Erasmus ösztöndíj alapvetően nem szándékozik teljes mértékben finanszírozni. Tehát tény is való, és ezzel nem is akarunk zsákba macskát árulni, az Erasmus mellé kell még pénz, de hát igen, az élet az már csak ilyen, viszont nem kell tandíjat fizetni, azt azért domborítsuk ki,
hiszen a külföldi egyetem ingyen és bérmentve fogadja az Erasmus vendéghallgatókat. Az ösztöndíj összege azért a szállásra általában mindenképpen elég, tehát a szállásköltség az többnyire kijön belőle. A további kiadásokra valóban érdemes némi pénzt gyűjtögetni, vagy akár diákhitelt fölvenni, hogyha úgy adódik a lehetőség, illetve fennáll az is, amit Máté említett az előbb, hogy hát adódnak lehetőségek akár a célországban is arra, hogy az ember kiegészítse a jövedelmét. Kedves barátaim, mivel az időnk lassan a végéhez közeledik, kérdezném, hogy, és teljesen szabad a gazda, mi az, amiről úgy gondoljátok, hogy még érdemes lenne pár szót ejtenünk? Kihagytunk-e valamit, amit előzetesen elgondoltunk? Parancsolj, Miklós! Én egy apróság és a Balázshoz kapcsolódnék, mert ebben a szetkintetben egy cipőben járunk. Meggyőződésem, hogy a Pázmány doktori iskolája a legjobbak a világon. Mégis azt gondolom, hogy mi ugye nem Magyarországon szereztük a fokozatunkat, tehát akár egy ilyen kimenete is lehet az Erasmusnak, és amit meg most mondtál a pénzhez kapcsolódva, nyilván vannak sokkal jobb ösztöndíjak, de nem lehet rögtön egy Fulbright-tal kezdeni, vagy egy Marie Curie-vel, tehát az ösztöndíjaknak a belépő ösztöndíja az Erasmus, amit be lehet írni utána ösztöndíjakba, és csak így lehet aztán jobb ösztöndíjakhoz jutni. Ha én kimegyek, már nem egy Erasmusnyi pénzből megyek ide, ehhez be kellett járni ezt a ranglétrát, és az Erasmus többek között erre is nagyszerű. Igen, én nem akarom azt mondani, hogy bezzeg a mi időnkbe, de a szíriai ösztöndíj az úgy nézett ki, hogy havi 80 dollárt kaptunk a magyar államtól, és havi 30-at a szírtől, és 90 dollár alatt havonta nem lehetett szállást szerezni, és akkor az egy ilyen vályog helység volt, egy 13 fős szír családnak ott valamelyik óvárosi, hogy hívjákjába, ilyen házikójába, és akkor még nem evett az ember, mert nem utazott sehova. Tehát, és túléltük, és ott nem nagyon voltak munkalehetőségek, egyszer a követségen egy fogadás során felszolgáltunk, és kaptunk valami 700 zírát, meg elvihettük a maradék pörköltet. Úgyhogy azon két napon el voltunk, de hatalmas dolog volt, de aztán utána mondták, hogy bár nagyon-nagyon szuperek voltak a magyar ösztöndíjas hallgatók itt pincérként, és leköröztük a Sám Hotel pincéreit is, de mivel nincsen egységes zakunk, össze-vissza mindenféle ruházatunk volt, ezért többet nem alkalmazhatnak minket. Tehát ennyi volt, aztán még valami néninél takarítottunk egy darabig, ott kint 95-96-ban, de az sem működött igazándiból. Tehát egyrészt manapság sokkal jobb lehetőségek vannak, mert nagyon sok helyen, főleg Európában és főleg az angoloknál ott hihetetlen jókat lehet keresni. Tehát tudom, hogy Cardiffban is egy 2-3 ilyen hétvégi felszolgálásra az ember a havi szállásdíját megkereste gyakorlatilag. És amellett pedig azt kell mondjam, hogy vannak mindenféle kiegészítő ösztöni lehetőségek. Én úgy tudom, hogy a szerény egyetemünk is ad támogatást, lehet pályázni támogatást Erasmus kintartózkodáshoz. És hát egyébként pedig a később befektetés érdekében, ahogy eddig is elhangzott, többek között Miklóstól, érdemes gyűjteni a pénzt, és akkor mondjuk lemondani egy nem tudom milyen Kanári-szigeteki olcsó útról, és helyette inkább akkor fél évet Angliába, ahol egyébként tényleg máshogy megfizethetetlen, tehát nem fog kijutni az ember, hogy itt Károly elhangzott, hogy a tandíj az egyszerűen olyan dolog, amit mellényzsebből, saját forrásból nem fog tudni összeszedni az ember. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki nagyon szeretné, az mindenképpen próbálja meg, aki meg bizonytalan, az is próbálja meg, hát ha összejön. Köszönöm. Máté? Én csak annyit tennék hozzá ezekhez, hogy utolsónak lenni mindig azért nehéz, mert már többiek mind elmondták a magukét, de ugyanakkor nagyon okosnak lehet látszani, ha az ember valami eredetit mond. Hát én csak annyit tudnék mondani, hogy amikor az ember külföldön él, akkor azért az rettentő fontos önépítési lehetőség. Tehát megtapasztaljuk azt, hogy képesek vagyunk, mint a vadnyugaton az emberek föltalálni saját magunkat, és megteremtjük a saját föntartásunknak a feltételét. Egészen más ügyeket intézni, ott bemenni egy önkormányzathoz, ott munkavállalói engedélyét folyamodni, vagy egyebeket, bármit elintézni, mint itthon, ahol egyébként erre nem kényszerülünk rá. Tehát bizonyos mértékig a szocializációnkat, a saját
hogy mondjam, pszichés erőnket, azokat ezen keresztül tudjuk fölturbózni, és válunk ezáltal sokkal autonómabb felnőtt emberré, mint hogyha itthon maradnánk. De ezen túlmenően még egy dolgot hadd tegyek én is hozzá, hogy az, hogy ezeknek milyen költségei vannak, ezeknek a kiutazásoknak, ez egy nagyon, nagyon lényeges szempont, de hát én azt gondolom, hogy az, hogyha az ember kint lehet egy olyan nyelvi, kulturális közegben, amely másképpen elérhetetlen lenne számára, az visszaadhatatlan élményeket nyújt. Egy dolgot hagyj említsek meg, én Franciaországban voltam, Párizsban, ösztöndíjas egy olyan alkalommal, amikor mit tesz Isten, éppen sztrájkoltak a francia közlekedési vállalat emberei, és gyalog kellett járkálnom a városban. Mai napig megmaradó emlékem volt, és sokkal inkább emlékszem arra, hogy elmentem azelőtt a ház előtt, ahol Lenin lakott annak idején, és belém vésődött, hogy a vele szemben lévő ferences kolostorban óránként harangoznak, ez megmagyarázta számomra, hogy Lenin miért utálta a kereszténységet. Viszont erre a mai napig lelki szemém előtt ott van ez a pillanat, amikor én fölismerem, hogy ez micsoda, és ez miért van ott egy emlék tábla, és miért van rajta koszorú, pláne vörös szalaggal, mint az, hogy az egyetemen egyébként nekem mit mondtak. Tehát sokat lehet abból is épülni, kétségtelen, és azt is, arra is mindenkit búzítok. Senki ne ijedjen meg attól, hogyha eleinte nem érti az órákat. Egy idő után fölveszi a ritmust, föl fog pörögni, és próbáljon abból is minél többet hasznosítani, de próbáljon abból is minél többet hasznosítani, hogy élünk, és egyszer élünk, és ezt próbáljuk meg saját élményeinket és saját magunkat is ezzel gazdagítani, ha kimehetünk. Köszönöm szépen, én ezt olyan gyönyörű végszó volt, hogy nem is szeretném elrontani. Csak kötelességemnek érzem még két információ megosztását zárszóként. Az egyik ugye az természetesen, hogy itt mi most általánosságokban beszéltünk, konkrét információkért kérjük, hogy forduljanak a részben a KAR nemzetközi osztályához, hiszen ők azok, akik technikai dolgokról, pályázás részleteiről, pénzügyi lehetőségekről pontos információt tudnak adni, illetve természetesen mindenki érdeklődjön a saját intézeténél, például arról, hogy hova lehet menni, nyugodtan forduljanak a saját oktatóikhoz, kérdezzenek tőlük, hogy melyik egyetemet ajánlják ilyen vagy olyan szakmai érdeklődéssel, hiszen erről nyilván ők fognak tudni a legtöbbet. És végül, de nem utolsó, van jelen pillanatban egy fotópálya folyamatban, Ide visszamegyek címmel, amelyre külföldön készült fotókat lehet föltölteni, és értékes ajándékokat lehet vele nyerni, úgyhogy ez itt a reklám helye, ezt is érdemes fejben tartaniuk. Nagyon köszönöm, hogy időt szántak ennek a videónak a megtekintésére, remélem, hogy nem untattuk Önöket ebben az 50 percben, és ne feledjék a végszót, tessék Erasmusra pályázni. Viszontlátásra!